A nagy hideg miatt Vajdaság egyes részein mínusz 26 fok alá is süllyedt a hőmérő higanyszála. Egyebek mellett ennek tudható be, hogy megnövekedett az elektromos energia fogyasztása. A napi áram kitermelést fokozni már nem lehetett, illetve az áramexport növelésére sem volt lehetőség. Ezért a tartomány területén egyes ipari létesítményekben csökkentették az áramfogyasztást, valamint több településen is spórolnak a közvilágításon. Az intézkedésnek köszönhetően csökkent az áramfogyasztás Topolyán is, erősítette meg a hírt Kis Zoltán, a Vajdaság áramszolgáltató topolyai részleg vezetője. Szabadkán több cég is árammal fűt. Az egyik szépségszalon tulajdonosa szerint nincs más lehetőség, hidegben nem fogadhatja a vendégeket. Nem lehet áramtakarékosságról beszélni, itt muszáj, hogy meleg legyen. A kuncsaptoknak megmosom a haját, nem. 20 fok muszáj, hogy meg legyen. 20-tól több, de kevesebb semmiféleképpen sem, mert megfáznak. Úgyhogy nálam a legnagyobb fogyasztást a KIH-k viszik. Sokan úgy tartják, árammal fűteni a legolcsóbb megoldás. A megkérdezett szabadkaiak közül viszont csak kevesen használják ezt az energiaforrást. A gázzal fűtünk, ami ugyancsak megviseli a családi költségvetést, igyekszünk nem túlfűteni a lakást, azaz egy kicsit az igényeink alá is fűtjük, és felöltözünk napközben is. Központi fűtés van a Toplanából. Tehát a városi fűtés. Város, igen. És az áram mennyire olcsóbb, vagy azzal mennyire fűt árammal? Hát nem fűtök, akkor nem tudok megmondani, de valószínű, hogy ez legolcsóbb. Szerencsénk van, ugye a fűtésen van a Toplana, magyarul mondva. Városi fűtés, igen. Meg vagyok elégedve, hála Istennek, hogy mondják, mert jó is fűtenek. Ami van, szemét, fa, szín, más. Árammal? Nem, nagyon drága nekünk nyugdíjasoknak. Fürdőszobában muszáj egy kicsit. Magyar Kanizsán, Topolyán és Szabadkán is rövidített munkaidővel dolgoznak az önkormányzati alapítású intézmények. Egyes helyeken viszont már most munkaszüneti napot tartanak. Szerbiában állami ünnep lévén szerdán és csütörtökön nem dolgoznak a vállalatok. A kormány energiatakarékossági megfontolásból a pénteket is munkaszüneti nappá nyilvánította.